Kutyák és macskák ellátásában, etetésében és a menhely mindennapi feladataiban segíthettek azok az állatbarátok, akik ellátogattak a Heroshoz. Az állatotthon toborzónapot szervezett, amelyen tapasztalt önkéntesek meséltek az érdeklődőknek a tapasztalataikról, élményeikről. Győriné Dombi Dóra már évek óta segíti a menhely munkáját. Többféle lehetőség van igazából, kinek mihez van kedve, van, aki jobban szeret cicákkal foglalkozni, van, aki jobban szeret kutyákkal foglalkozni. A cicákhoz szoktuk mondani, hogy elég, hogyha valaki csak beül, csak beszélget, vagy hallja az emberek hangját, érzi a közelségét. Nagyon sokat számít például a félős macskáknál, aki abszolút nincs hozzászokva az emberekhez. Kutyusoknál lehet ugye kutyát sétáltatni, havonta egyszer, van, amikor kétszer szoktunk csoportos kutyasétát szervezni, illetőleg most inkább megpróbáljuk megmutatni, hogy milyen más lehetőségek is vannak a menhelyen, például takarítás, rendrakás. A toborzó napon a résztvevők kutyás bemutatót is láthattak, ezzel együtt pedig bepillanthattak a kutyák szocializációjának és nevelésének folyamatába. Nagyon fontos az, hogy az önkéntesek tudnak nekünk abban segíteni, hogy az állatoknak az ellátása minél jobb legyen, hiszen be tudnak segíteni a dolgozóknak a napi munkába. Ezáltal a dolgozónak egy kis ideje felszabadul, hogy foglalkozzon is az állattal, illetve az önkéntesek végzik azért a szocializációnak a nagy részét, akár a cicák, akár a kutyák között, és hát ugye a kutyasétáltatást szervezik és bonyolítják. A menhely vezetője elmondta, segítőnek jelentkezhetnek 14 év alatti gyerekek is, amennyiben szüleikkel érkeznek. A 14 és 18 év közöttieknek elég a munkavégzéshez szülői hozzájárulás, 18 éves kor felett pedig bárki önállóan csatlakozhat az önkéntesek csapatához.